egy közel 600 négyzetméteres parkolóban 63 tonna aszfalt felhasználásával folytatódtak a felújítások a Szabadság téren. Az építési munkálat egy megközelítőleg 100 millió forintos beruházás részét képezi, amelynek keretében több útszakaszt és parkolót újítanak fel Nyíregyházán. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Közel 30 utcában, közel 17 ezer négyzetméter felületen végzi el a tartós nagyfelületű útjavítást. Ezen útjavítások a város összes városrészét majdnem érintik, például Oroson, Kertvárosban, Hímesben, Sóstóhegyen, itt a belvárosban, ahol állunk éppen. A felújításra szoruló útfelületeket részben lakossági bejelentések, részben a Nyírvévé munkatársainak ellenőrzései alapján állították össze. Ezek közül néhány szakaszon teljes javítást végeznek, így a Géza, a Levél, a Kétház és a Vadász utcán. Máshol csak részben, de nagy felületen kerül sor a rehabilitációra, mint a Lilium, a Kertész vagy a Tompa Mihály utcán. Ahol szükséges, a fejlesztés során szintbe emelik az aknákat is. A következő időszakban a Bújtos utcán fognak aszfaltozni a szakemberek. A munkálatok az időjárástól függően előreláthatóan 2017. október 18-áig tartanak.